Itt a szexádi buszpályaudvaron verték meg a férfit, egy régi haragosa lépett oda hozzá, és kérdés nélkül bordán ütötte. A sértet viszont nem hagyta annyiban, így az áldozatból pillanatok alatt támadó lett. Összeverekedtek, majd a földön dulakodtak. Ekkora a verekedés kezdeményező fiatal egyik barátja is ütni kezdte az áldozatot. Az ügyben végül mindhárman vádlottak lettek, az első ütést bevívő férfi lett az első rendű. A szexádi járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki, csoportosan elkövetett garázdaság büntettében, többrendbeli garázdaság vétségében és lopás vétségében is, ezért szabadságvesztés szabott ki vele szemben, 10 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, amelynek végrehajtását 1 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ügy másodrendű vádlottja az eredetileg megtámadott férfi lett, ő próbára bocsátást kapott, garázdaságért kellett felelnie, mert az ügyész szerint azzal, hogy erőszakkal védte meg magát, a pályaudvaron várakozókban megbotránkozást kelthetett. Egy nyilvános helyen, a buszpályaudvaron hangos veszekedés, verekedés, bántalmazás, olyan magatartás, amely nyilvánvalóan szembeszegül az általános normáknak, ami nem megengedett, és alkalmas arra, hogy ezen a nyilvános és forgalmas helyen azt bárki lássa, észlelje, ezért garázdaságnak a megállapítására alkalmas. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlottak és az ügyész is tudomásul vették.